Tényleg vak vagy? Tényleg. Hú, vazánk. Az nem jó. Miért? Miért nem jó, Petikém? Legalább nem látom a hülye fejedet. Jó, lehet, hogy jó, érted, de a seggberúgást is meg lehet szokni, nem? Igen, ugyanaz a vakság, meg a seggberúgás ugyanaz. Csarra, vigyázz, le ne es, hallod? Honnan? Mi az, hogy honnan? Nem látom. Itt vagyunk fenn a szabadságszobornál, fölrepültünk. Hol? Milyen szabadságszobornál? Milyen szabadságszobornál? Mi nem tetszik? Minden tetszik, Petikém, csak nem értem, milyen szabadságszobor. Mikor a kis Horthy fiának, a kis Horthynak csináltak szobrot. Itt? Milyen Horthy? Ne idegelj már, kapa, menjél már francba, ki az a Horthy? Peti, te magyar történelem szakon végeztél, igaz? Igen, és? Na mindegy, most lemegyek a te szintedre. De ne menjél sehova, hallod, mert rohadt magasan vagyunk. Peti, a Horthy... A Horthy korszakban nyílt. Igen. Eddig tudod követni? Igen, és? Na ennek a Horthynak, aki a Horthy korszakban nyílt, volt egy fia, és ez meghalt az orosz fronton. Igen. És neki csinálták ezt a szobrot. És most hol van? Mondom, meghalt az orosz fronton, nem a, te! Nem a gyerek, a szobor hol van, mert nincs itt semmi. Petikém, közben bejöttek az oroszok. Igen? Igen. Itt közben történt egymás, tudod? Aha. Te, és... És várjál, Petikém, ne ugassál, nem fejeztem be! Jó, mondjad csak. És a kis Horthy szobra helyén, egy orosz csávónak a szobrát, érted? Értem, abszol, és az most hol van? Petike! De itt az sincs. Petike, közben kimentek az oroszok, baszd meg! Igen? Igen! Jelentik jöttek, mentek! Lehet, hogy tőled nem búcsúztak el, de kimentek! Aha. Nem vitték magukkal, te barom! Innen vitték el! Érted? Innen elvitték, és most ott van a szobor temető!